hogy ki szeretne még hozzászólni. Rudinak átadnám a szót egy pár gondolat elejét. Lehetne más megoldást is találni arra, hogyha feltétlenül parkoló helyeket kell létesíteni. Vannak fokhíjas telkek, sajátítsa ki az önkormányzat, építsen oda a garást, épüljön meg önkormányzati pénzből, sokkal olcsóbb, és nem is fognak a fák sem áldozatul esni, és az épületeket sem veszélyezteti. A templommal kapcsolatosan ugye az a legnagyobb aggódalom, hogy 200 éve épült a templom, akkor az alapozáshoz nem olyan technológia, mint ami manapság történt. Ha, mivel nincsen geológiai felmérés, esetleg súlyosan megkárosodhat a talaj, emiatt a templom megcsúszhat, és ebben a hatalmas gödörben, ha beledől, akkor csak a tornya fog kilátszani. Kivitelezővel azok a témák voltak megbeszélve, ami a lakóknak a itt életét és azt, hogy egyáltalán az épületekbe be tudjanak jutni, és a közintézmények, a templom tudjon funkciójának megfelelően működni, ebben nagyon segítettek minket. És mi a problémájuk, tessék mondani? Hát a legnagyobb probléma az az, hogy ez a mélygarázs építés úgy jutott el jogerős építési engedély fázisba, hogy a lakók jelentős része, talán mondhatom azt, hogy én vagyok az egyetlen lakó, aki igazán értesült és hallott erről a dologról. Tehát nem tudtak arról, hogy itt építési, hogy mélygarázs építés lesz. Közben aztán persze az is kiderült, ahogy jogászok elkezdték vizsgálni, hogy az építési engedély kiadása is nagyon-nagyon problematikus, tehát rengeteg jogszabály és törvényszértés történt. A hatodik kerület nem is járhatott volna el, hiszen érintett az ügyben, tehát összefüggetlen és nem adhatott volna, nem járhatott volna el, mint hatóság az építési engedély kiadásával.